Zúzzunk. Grievous tábornok. Ötödik fejezet. Kezdők. Legrosszabb cím. Egy követő állomás a Rishi bolygón. Klónok operálják. Akik most jöttek ki a tréningből. És ez az első alkalom, hogy meg kell védeni a szeparatisták ellen. Szeparatisták invázió ellen. Cody parancsnok és Rex kapitány úton vannak, hogy a rutin átnézésük, a rutin, hát a rutinból átnézzük a helyet, és nem minden olyannak tűnik, mint amilyen eddig volt. Elsőrészt, hogy kivételesen egészen hivatalos fordítást nyomtam, és a végére értem. Szeparatista hajók! Emlékeztem még a Battlefront 2-ben, olyan jó voltak az űrcsaták. Akkor még... Ugye van az a joystickom, amivel felvettem az üzéket. A... Rockertivel a kópokat. Olyan jól lehetett az űrcsatát irányítani velük. Aki nézi az... a Flash sorozatot, ott a második évadban van egy izé, ahol a Cisco egy a Flash hologramot irányít egy joystickkal. Egy az egyben ugyanolyan joystickon van, mint Cisco-nak. Nagyon menő. Majd elsírtam magam örömmel, amikor megláttam azért. Cody? Rex? Aztán... Igen, azt hiszem az egy droid. Azt akartam mondani. Érdekes, hogy olyan fura droidok, ilyen droidokat nem gyakran láttam. Csak lőjé, csak lőjé! De tudjátok mit? Én megmondtam. Én megmondtam, hogy... Olyan, meg fog halni. Ki az igazi Clint Eastwood? Én megmondtam, hogy össze fogom szedni a trúcsetit. Én megmondtam, hogy... Mennyivel értelmesebb lenne egy olyan pálya, ahol a klónokkal vagyunk, és lássad át, kikkel vagyunk, a klónokkal. És olyan törékenyek, mint bármikor. Ami szerintem amúgy jó. Mármint... Ugye... A Stormtrooperökkel ott azt csinálták rosszul, hogy... Úgy néztek ki, mint valami... Teljesen... Kis nyomi... hogy is mondjam... Angolban van egy nagyon jó szóra, cannon fodder. Az azt jelenti, hogy ágyútöltelék. Ágyútöltelék, igen! Na, tehát simán ágyútöltelékeként szolgáltak. Az volt a dolguk, hogy a protagonista kinyírja őket. Luke, Han, bárki, értitek? És... Ez mi a fene? Hopp! Nem ezt akartam. Aha. Miért nem tudok átmenni a másik klónba? Ne, menjünk fel, nem végeztünk fenn. Ne. Na, itt tartottunk, ugye? Semmi nem történt. Ne, ez fit közebb. Az is nincs. Mi volt? Oké, lehet, hogy Cody egy jobbat tud. Cody? Én bízom benned. Cody, szégyed magad? Viszonyunk Clint Eastwoodra. Hát akkor... Ezért megérte újra kezdeni a pályát. Ha. Érdekes. Jó, majdnem lefutottam. Ja igen, amúgy még mindig áll az ajánlat, hogyha 1000 feliratkozó összegyűlik, ez igazából nem fogjuk visszavonni, tehát most ez nem egy időlimitált lehetőség,
Hanem ez addig, ameddig van a csatorna, hogyha 1000 feliratkozó összegyűlik, akkor... akkor megmutatjuk az arcunkat. Mondjuk azt viszont nem várom, hogy meg kell csinálnom a hajamat. Mert eddig... na. Mert eddig ugye... úgy néztem ki felvételhez, ahogy akartam. Az általában reggel kózos hajjal felébredek és kb. Kész is. Nem kodit lőjük. De úgy látszik ez így idő után meg fog változni. Amikor nem kelhetek fel akármilyen kócos hajjal. Viszont azt látni fogjátok, hogyha valamikor leveszem valamire... hoppá. Valamikor valamiért leveszem a... hát én kodinak, aki erősebb fegyvere van. Leveszem a... felhallgatót, akkor majd látszik, hogy... úristen! A Shy Hulud! Mit keres itt a Shy Hulud? Hogy tök mindegy, hogy mennyire készítettem elő a hajamat. A hajam nem engedelmeskedik nekem. A hajam egy különálló teremtmény gyakorlatilag. Azt csinál, amit akar. Higgyétek, hogy próbáltam megzabolázni, de ez egy olyan bestia, amit egyszerűen képtelenség. Ne is próbálkozzatok. Legalábbis az én hajammal. Már csak azért is, mert nagyon furán néz ki. De... mi nem halt meg? Hey, hello srácok! Jöttünk segíteni. Bújjaj. És mind meghaltak. Hát persze. De... halljál már meg. Ó, hogy ezt én detonálom. Én miért halok meg? Hey, ezek a kis klónok is újjáélettek. Miért nem hatnak rá a gránátok? Miért nem tudom lelőni? Ez egy nagyon fura féreg. Jó, lőjük messziről. Au. Ó, be tudok menni a heavy. Szia, heavy. Nem? Na? Ó, most nem sebezhető. Úgy bírom, hogy vannak részek, amikor nem sebezhető. Mert olyan logikus, hogy a szörny nem sebezhető egyszer csak. Biztos feltöltötte az energia pajzsát végre. Au. Ahogy meg fog halni, ha valaki nem jött volna rá. De miért nem tudom eltalálni? Mert gyakorlatilag eltaláltam. Elvileg nem. Ennek a fickónak kell egy jetpack. Au. Jungle Fat style. Au. Miért ilyen nehéz az a... buta... féreg. Komolyan, ez nem a Shy Hulud. Ez nem az Isten, ez nem a féreg. Nem az a féreg, legalábbis. Istenem. Van itt valami más, amit tudok csinálni? Nem? Meg tudok halni? Hát persze. Halljon meg! Miért nem hal meg? Hol van ez a rakétavetős? Nagyon jó, te kell ezt nekem. Te kell ezt nekem, amikor sebezhető legalábbis. Isten, miért? Miért? Halleluja! Egy élet maradt hátra. De te végig ezt kell csinálnom? Hát ez megvilágít néhány dolgot. Gyerünk arra a két övetős csáv, ez nem a Shy Hulud, képes vagy rá? Szerzünk egy kriszkést neked, jó? Ha azt csinál, amit mondok, szerzünk neked egy igazi kriszkést.
Az Arrakisra. A dűnére. Megmutattuk neki, hogy olyan kemények vagyunk, mint a fremenek. De a fremenek nem ölnek. A fremenek nem ölnek Shai-Huludot. Mert ez nem is volt a Shai-Hulud. Haha, sakmat. Nem, ez zsedik el. Egy próbát megért. Érdekes, hogy azért építünk hidat. Tudunk erőt is használni, de... De minek, amikor van rakétánk? Nem igaz. Heavy, gyere heavy. Zuzzunk. Úgy bírom ezt a Gatling Gun-t. Oké, ez megint enemy droid kell. Ez nem. Ez mi? Hát az ügyes volt. Na, jó. Ő nem tud duplát ugrani. Szégyen. Hopp, ott egy pénz. Ezt észrevettem. Ezt tudja rombolni? Nem. Még több erőhasználat. Oh, hello, és megint heavy kell. Oh, várjunk, hol van a rakétavetős? Hello. És ezzel aztán meg is vagyunk. Oh, mindenki lejött. Fives. Hol van Force? Hol hagytad Force-t? Amúgy a klónok olyan maguknak választanak nevet, vagy, vagy kiosztanak nekik, mert... Mert a Cody az lehet, hogy katonai ABC is, mert mondjuk azt hiszem amerikai katonai ABC-vel a C az Charlie. De... Ójaj. Visszakaphatom a Heavy-t. Köszönöm. Hello! Nem tudom, mire számítottak. Odaadták Heavy-t. Itt vége a mesnek. Hello! Jézus! Senki nem kér belőled. Oh, hello! Végre Heavy-t meg tudom kömöztetni a többitől. És kivételesen nem a Gatling ágyúja miatt. Hey, hol van a rakétavetős? Rakétavetős, gyerek. Ó, oh, visszajutunk a hatástalanított hajónkhoz. Ennek sok értelme lesz, de legalább kaptunk egy csomó pénzt. Nagyon sok pénz. Pénz, 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 pénz. Nem, nem, minden tűnik. Arcot csaptuk egy rakétával, de semmi baja. Ez ám a katona. Nem tudom, miből készítik ezeket a katonákat, de valamit tudnak. Ó, oh, ez nem tudsz. Hol van? Á, ah, tök mindegy. Bárki tud építeni. Ó, oh, ó, oh, értem, hogy izé kell. Meg kell szerezni sakját. Ezt nem láttam előre, most valahogy fel kell készülnöm erre. Heavy. Heavy, gyere. Képes vagy rá. Haha, működött. Megölhetjük már? Valamiért nem hinném, hogy még a pályának. Remélem nincs vége, mert még nem tartunk a True Jedi-ben. Igazából nincs is egy Jedi-nk se. Oké, okay, ez érdekes volt. Van egy kardunk? Nem, nincs, a kard eltűnt. Pedig reméltem, hogy szerezünk egy Vibro kardot. Tudjátok, mit vettem még a Force Unleashed-del együtt? A... Egyik legjobb Star Wars játékot a világon. Aminek hirtelen elfejtettem a nevét.